Izrael kiiktatta a Hamász katonai vezetőjét, és szakértők szerint most a legfelkészültebb a Hezbollah elpusztítására. Úgy vélik, hogy Irán megpróbálja egy úgynevezett tűzgyűrűvel körülvenni a zsidó államot. Ennek a célja az elrettentés és a nukleáris program védelme. Az arab sajtó már harmadik libanoni háborúnak nevezi Izrael szárazföldi támadását. Katonai elemzés következik. Így van, rendkívül bonyolult és egyre bonyolultabb és feszültebb a helyzet a Közel-Keleten. Novák Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József Kutatóközpont Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos főmunkatársát köszöntöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye holnap lesz egy éve, talán ez a legközelebbi vagy legfrissebb információ, hogy holnap lesz egy éve, hogy a Hamász megtámadta Izraelt. Ugye akkor az izraeli hadsereg benyomult a gázai övezetbe, a harcok ott azóta is folynak. Mi most ott a helyzet? Mert hogy ugye több fronton zajlik már azóta ez a konfliktus. Igen, tehát ebben az izraeli hadsereg az elérte Dél-Gázát is, tehát tulajdonképpen ott az egész területet ebben kontrollálják. A probléma az, hogy időről és időre újból felüti magát a Hamasz. Tehát most például a Jabalia menekültábor, ami északon van, oda vonult be a hadsereg, mert igazából úgy tűnik, hogy vannak még olyan alagutak, amiket nem sikerült feltárni, vagy olyan menekülési útvonalakat, amiket szintén nem sikerült lerombolni. Tehát, hogy ez egy, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen folyamatos dzsungelháború. Ez egy ilyen végtelenített spirál? Hát, ha nem is végtelenített, azért a Hamasznak az infrastruktúráját jelentősen meggyengítették, gyakorlatilag a vezérkarát azt lefejezték, most szó szerint is érte, tehát, hogy a vezetőit megölték, vagy likvidálták. Egy vezető, vagy fontosabb vezető bujkál, ez a Yahya Sinwar nevű figura, akiről nem tudni sokat, most a legutóbbi arab sajtóértesülések szerint életben van. Van-e remény a tűzszünetre? Ugye a nyugat szorgalmazna valamiféle fegyvernyugvást. Van-e erre remény? Hát szerintem egyelőre nincsen. Tehát úgy tűnik, hogy ugye most egy eléggé zavaros időszakban vagyunk olyan szempontból, hogy nem világosak a külpolitikai kontúrok. Tehát az amerikai elnökválasztásig még van egy hónap, és szerintem úgy tűnik, hogy Netanyahu miniszterelnök ezt az időszakot ki akarja használni arra, hogy Izraelnek a külpolitikai céljait, vagy inkább stratégiai katonai céljait minél inkább elérje, és minél tovább tudja gyengíteni a Hamaszt. Tehát egyébként nem csak Gázában folynak harcok, hanem összesen 7 fronton folynak küzdelmek. Tehát, hogy ez igazából most még nagyon sok minden várható. Ugye az egyik front az Izrael és a Hezbollah között húzódik. Ugye a Hezbollah vezetéséből is több embert likvidált Izrael. Ugye többek között a szervezetet 30 éve vezető Nasrallahot, és ugye itt lépett be a képbe Irán, aki támadást indított, vagy hát ugye több száz rakétát lőtt ki Izraelre, ugye válaszul erre a likvidálásra, és ugye most azt találgatja a világ, hogy Izrael erre mivel fog válaszolni, illetve Irán mivel fog majd válaszolni az izraeli válaszra? Hát az Izrael Hezbollahban nem csak a Nasrallah sejket, hanem potenciális utódokat is már kivégzett. Ez a Safi Addin volt a legutolsó, akivel végzett Izrael, katonai parancsnokok egész sorával, és hát igazából a szárazföldi hadműveletbe kezdett, aminek az a célja, hogy a Litani folyót elérje, ez 30 kilométerre van az izraeli-libanoni határtól, és ez gyakorlatilag megtisztítsa a Hezbollahtól, ezáltal Észak-Izrael nyugalmát biztosítsa, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy itt folyamatosan támadták a Hezbollah erői őszóta drónokkal, rakétákkal, mindenféle eszközzel Észak-Izraelt, majdnem 100 000 embert evakuáltak, tehát ott lehetetlen állapotok vannak. Most Hezbollah Irán nélkül nem elképzelhető, Iránnak ilyen proxy-kat tart fenn a térségben, az egyik fontos proxy a Hezbollah. Hát ami a támadást illeti, Irán fenyegetőzik, hogyha támad Izrael, akkor még keményebben fog visszavágni, és a többi, és a többi. Kétségkívül, hogy van egy ilyen folyamatosan erősödő és spirál, amiben belekerültek a felek, és ebben nagyon nehéz kikerülni. Az izraeli sajtó most azt találgatja, hogy az izraeli csapások mit fognak érni, valószínűleg olyan létesítményeket, ami az országnak a energiakapacitását érinti, energiafelhasználását érinti, szóval esetleg a ivóvízkészletekről, hát ezek durván hangzanak így első lépésre, de olyanok, amik
komoly károkat okoznak Iránnak, illetve arról is szó van, hogy ne tudjon olyan erősen visszavágni. Tehát az első támadás sorozatnak olyan erősnek kell lennie, hogy az iráni hadsereg ne legyen képes arra, hogy egy újabb erős támadást hajtson végre Izrael ellen. Ja, Donald Trump volt amerikai elnök és jelenlegi amerikai elnök jelölt felvetette azt is, hogy a nukleáris létesítményeket kellene támadnia Izraelnek. Ez hova vezetne? Hát szerintem nem sok, nem jóra, mert Trump elnököt tisztelem, de volt elnököt is, lehet, hogy leendő elnököt. Ugye a mostani amerikai adminisztráció ezt megellenzi. Ugye ne felejtsük el, azért egy választási kampány van. Tehát, hogy azért ugye... Itt az erős mondásokat a helyükön kell kezelni. Hát nagyon erős mondások vannak, a Trump mögött álló koalíció egy részének ez biztosan tetszik ez a dolog, de az ugye nem lehet tudni az iráni atomprogram most hol tart, de az valószínűleg nem vezetne jóra, hogyha itt egy ilyen nukleáris háborúvá alakulná át ez az egész, bár ugye van ez a Begin doktrína, hogy nem szabad, hogy a közel-kelet, Izraelt fenyegető közel-keleti arab államok atombombához, vagy nukleáris bombához jussanak, ezt gyakorlatilag a Netanyahu kormány is követi, de nem valószínű egyébként, hogy ezt vetné be Izrael. Tehát, hogy igazából azt látom, hogy várnak, és folyamatosan egyeztetnek az amerikaiakkal a várható katonai lépésekről. Visszatérve még egy kérdés erejéig a Hezbollahra, mekkora esélyei vannak Izraelnek, mert hogy volt olyan vélemény szakértői elemzés a sajtóban, ami azt írta, hogy Izraelnek van esélye, viszont olyan is volt, hogy a Hezbollah ugye gerilla harcra berendezkedve nekik kedveznek a terepviszonyok, tehát hogy nem olyan biztos az, hogy izraeli sikereket tud elérni. Hát ugye Izrael már volt Libanonban, tehát 82 és 2000 között különféle intenzitással, vagy különféle nagyságrendben, de izraeli csapatok tartózkodtak, szárazföldi csapatok Libanon területén, és igazából ki kellett jönniük 2000-ben, hogy az akkori Ehud Barak miniszterelnök kivonta az izraeli csapatokat, nem nagyon jó élményekkel, én magam is találkoztam olyanokkal, akik megsérültek, ismerőseik meghaltak, tehát nem egy nagyon jó élmény az izraeli társadalom számára, ugye ez egy hegyes terep, ez a Dél-Libanon, és hát több százer lakossal rendelkező terület, Izrael ugye evakuációra szólít föl, vagy újabb és újabb falvak, települések lakóit, ezek menekülnek észak felé, sokszor az utcán alszanak, elég, mondjuk a civil élet szempontjából elég borzasztó állapotok kezdenek kialakulni. Én azt gondolom, hogy a Hezbollah katonailag le lehet számolni valamennyire, tehát meg lehet gyengíteni. A probléma az, hogy azt a fajta ellenállást és ellenérzést, ami Izrael kapcsolatban van a térségben, azt nem hiszem, hogy katonai erővel meg lehet szüntetni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy valami diplomáciai megoldás felé kéne elvinni. Ez más kérdés, hogy Hezbollah sem és Irán sem érdekelt ebben. Tehát mondjuk az előző, a Bennett-Lapid kormány azért egy, igaz, hogy nem közvetlenül tárgyaltak, de Libanon és Izrael között létrejött egy megállapodás a földközi tengerben talált földgázmezők kiaknázása céljából, és akkor ez működött, és tulajdonképpen ez előremutató ilyen szempontból, hogy lehet így is csinálni. Most sajnos nem e felé vezetnek a dolgok, de mondom, itt a Hezbollah se egy ártatlan bárányka, tehát itt nem arról van, hogy Izrael lövi Libanont, hanem a Hezbollah most olyan állapotokat teremtett, ami gyakorlatilag sajnos ezeket a lépéseket elkerülhetetlenítette. Nagyon kevés időnk maradt, de erről a tűzgyűrűről beszéljünk még, hogy ez mit is jelent pontosan, amiről itt beszélnek a szakértők, hogy Irán tűzgyűrűvel próbálja körbevenni Izraelt. Ez gyakorlatilag arra azt jelenti, hogy minél több fronton kényszeríti védekezésre? Hát igen, tehát hogy az van, hogy Izraelnek ugye van egy ugye háromszintű légvédelmi rendszere például, ha ez túlterhelik, akkor nem tudja ellátni a feladatát. Ugye most nem sikerült túlterhelni, ugye ez a közel 100-100. Ugye a Hamásznak sikerült. Hamásznak sikerült, de alapvetően, és azért ne felejtsük el azért ebben az egészben, hogy Irán akar valamit, de ott van az Egyesült Államok hadserege a tenger alattjáróival, meg a repülőgép anyajóival, meg a katonáival, meg a rakétáival, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy Irán ezt a háborút sikeresen meg tudná vívni. A probléma az, hogy iszonyatos emberi és természeti pusztulást következne be, hogyha egy ilyen háború kitörne. Novák Attilának köszönjük szépen. Én köszönöm szépen a figyelmet.